Köszöntöm nézőinket! Ez itt a Művészváros. A hét legfontosabb kulturális eseményeiről fogunk most beszámolni önöknek. Tartsanak velünk! Elhunyt Csíkszentmihályi Róbert, szentendrei szobrászművész. Kopin Katalinnal elevenítettük fel az életútját. Hétfőn kísérték utolsó útjára Csíkszentmihályi Róbertet, a nemzetművészét Szentendrén, azt a Rovodai úti temetőbe. A Kossuth-díjas magyar szobrászművész életéről, munkásságáról fogunk beszélgetni Kopin Katalinnal, a Ferenczi Múzeumi Centrum művészettörténészével. Kedves Katalin, üdvözöllek itt a stúdióban. Én is üdvözlöm a nézőket. Csíkszentmihályi Róbert Kossuth-díjas magyar éremművész, szobrászművész, érdemes művész. Egy fiumei olasz családból való leány és egy fiumei magyar konzul fiának házasságából született, de életéről, munkásságáról szeretnélek kérdezni. Mit tudhatunk Csíkszentmihályi Róbert gyerekkoráról? Visszaemlékezése szerint közel 12 éves volt, amikor először egy rajzszakkörbe elkísérte az édesanyja, hiszen észlelte, hogy alkotói vágyai vannak a gyermeknek, és nagyon otthonosan érezte magát ebben a közegben. Tehát lényegében már itt 12 éves korától eldőlt, hogy az alkotói pálya az ő útja, és nagyon sok inspirációt kapott ebben a szakkörben. Később a képzőművészeti gimnáziumban végezte a tanulmányait, majd a képzőművészeti főiskolára felvételizett, de ide csak harmadjára sikerült felvételt nyernie. Onnantól kezdve viszont úgy érezte, hogy hazatalált és jó úton halad. És a személyisége hogyan jelent meg a munkáiban? Nagyon fontos az ő szobrászatában a természet szeretetének megjelenése, tehát ahogy korábban beszélgettem vele, ez egy nagyon fontos momentum volt az életében, körülbelül 16 éves korától 26 éves koráig nagyon gyakori természetjáró volt. Ez azt jelentette, hogy akár az egész hétvégét a természetben töltötte, megfigyelve az állatokat. És ez később visszaköszön a művészetében, és létrehoz egy nagyon különleges és egyedülálló sorozatot, ami ember és állat figurákat ötvöz. Tehát ez egy nagyon különleges, ő úgy nevezte ezt a sorozatot, hogy bestiárium, tehát különös lények alkotják ezeket a sorozatokat, van, hogy az őz és a nő alak ötvözetét láthatjuk, de sok szarvas figura is megjelenik a szobrai között. Az ő munkássága, alkotásai szinte bárhol fellelhetők szerte a világon. Mit gondolsz, hogy hogyan tudta a műveivel meghódítani a közönségét? Nagyon sok műfajban dolgozott, faragott márványból szobrokat, illetve a viaszfeszejtéses bronzöntés technikájával is sokat kísérletezett. Tehát nagyon sok műfajban otthonosan érezte magát. Említhetném még például az éremművészetet is. És itt ez egy jó példa akár, hogy Dante-ról is megemlékezett az egyik érmében, és ez a Ravennai Dante Múzeumba került. Tehát számtalan műve megtalálható Olaszországban, méghozzá a legnevesebb helyszíneken, a Vatikánban, többek között, vagy a Velencei Szent Márk téren, és nyilván itt az olasz gyökerei is nagyon fontosak ezekben az alkotásokban, illetve az olasz kötődés megjelenik. Említetted ugye, hogy éremművészként is nagyszerű alkotásokat hozott létre, de ki tudnál emelni néhány olyan munkát, amely jelentős számukra? Igen, nagyon szívesen emelném ki a Homo Solitarius című sorozatot. Itt a magányos ember figurája kerül az érmék középpontjába. Nagyon izgalmas lélektani jeleneteket ábrázol ezekben az érmékben. Vagy a másik sorozat, ami szintén arról tesz tanúbizonyságot, hogy mennyire jó emberismerő volt, és mennyire fantasztikusan tudta megformálni az emberi figurákat. Ez a Futás című sorozata, amikor egy-egy célkeresztbe kerül egy menekülő, futó emberi alak.
És ahogy én is nézekedtem ugye a munkáit, nagyon-nagyon aprólékosan és részletesen, részletgazdagon dolgoztak ki az alkotásokat. De körülbelül így mennyi idő és energia kellett ahhoz, hogy elkészüljön egy-egy ilyen mű, egy-egy ilyen alkotás? Annyit tudok a munkamódszeréről, hogy gyakorta visszatért egy-egy művéhez, tehát van például egy fából készült alkotása, amit évtizedek múlva is újra elővett és dolgozott rajta. Úgy gondolom, hogy gyakran visszatért és finomította a műveit, viszont voltak olyan alkotásai, ahol gyorsan kellett dolgoznia, hiszen időnként viaszba formázta a figuráit, és aztán a bronzöntőmester öntötte bronzba, tehát ott egy egyszerű és megismételhetetlen figura jött létre, ami aztán bronzba került be a gyűjteményekbe. Ezt fontos megemlítenünk, hogy Csíkszentmihályi Róbert nagyon sok díjat és kitüntetést is kapott, például a Munkácsi Mihály díj, az Érdemes Művész díj, Budapest Főváros Művészeti díja, Szentendre díszpolgára, Kossuth díj, vagy ugye a Nemzet Művésze kitüntetés. Ugye a Szentendre díszpolgára díj hogyan kötődik Csíkszentmihályi Róbert Szentendréhez? Még a főiskolás időszaka alatt, tehát ő 1960-tól 1965-ig járt a képzőművészeti főiskola szobrász szakára, már ebben az időben, az utolsó években elkezdett itt építkezni Szentendrén. Úgy fogalmazott, hogy egy kietlen kukorica földön, ami természetesen mára már egy beépült és sűrűn lakott területté vált, ott kezdte el építeni a házát leendő feleségével, Sági Évával, aki szintén szobrász hallgató volt, és hát a házépítés volt az első momentum, ami Szentendréhez kötötte őket, de nagyon hamar otthonosan érezte magát a szentendrei művészeti életben. Barátjukká fogadták a régi szentendrei mesterek, és Asszonyi Tamás szobrászművésszel járt egyébként ő egy évfolyamba a képzőművészeti főiskolán, aki szintén szentendrei szobrász. Tehát nagyon sok szálon kötődik Szentendréhez, nagyon fontos volt számára ez a város. És ugye a Ferenci Múzeumi Centrumban is volt egy kiállítása. Így van, 2010-ben volt a Művészetmalomban egy nagy életmű kiállítás, és ezt követően 2017-ben rendeztünk egy szűkebb válogatást Ferenci Múzeumi Centrumban. Ez a Rejtekerdő címet kapta ez a kiállítás, és itt pont ezeket az erdő tematikájú állat, ember figurákat helyeztük fókuszba és középpontba, de sok más emblematikus művét is bemutattuk ezen a kiállításon, például a Mind elmegyünk című apró alakokból álló szoborcsoportját, ami az elmúlás allegóriája, ami egy nagyon szép illusztrációja ennek a témának, tehát ezek az apró figurák egy irányba vonulnak, és mindenki visz valamit, ami fontos számára, valami kis attribútumot, valami kis jelképet, ami az egész életét meghatározta, és így vonulnak az ismeretlen felé. Ez egy nagyon fontos alkotása, amit láthattunk ezen a kiállításon, illetve volt egy Kőbárka című műve, ami Noé bárkájának a sajátos megjelenítése volt. Ez 2015-ben jött létre ez a mű, és ez is egy nagyon fontos és összefoglaló munkája Csíkszentmihályi Róbertnek. És neked milyen személyes tapasztalatod van? Milyen személyes tapasztalatod kapcsolódik Csíkszentmihályi Róberthez? Igen, pont ennek a kiállításnak a rendezése előtt kerültünk szorosabb kapcsolatba, és egy végtelenül derűs, életerős és fantasztikus, pozitív hozzáállással rendelkező szobrászművészt ismertem meg személyében, aki nagy örömmel dolgozott a kiállítás előkészítésén, a katalógus szerkesztésen, nagyon jó lehetett vele beszélgetni, akár a régi emlékeiről is, és az alkotás folyamatáról, és illetve nagyon, nagyon nagy élmény volt, hogy láthattam a műtermét, ahol a műveit készítette egész élete során. És esetleg van-e bármilyen történeted, ami így hozzá kapcsolódik? Nekem nagyon inspiráló volt, és ezért is választottuk a Rejtekerdő címet, amint már említettem, így
a természethez fűződő viszonya, és hogyan tudta ezt visszatükrözni az alkotásaiban. És ezt próbáltuk egy kicsit visszahozni a kiállításban, ezért a kiállításon a háttérben, a szobrok hátterében erdőképek, Kowalowski Dániel fotóművész erdőt megjelenítő fotói szerepeltek, és itt tényleg vissza tudtuk adni azt a közeget, amiben ő igazán otthonosan érezte magát ifjúkorában. Szerinted miért fontos, hogy az a millió, igazából amit ő teremtett így az alkotásaival, az eljusson a szentendreiekhez, és tudják azt, hogy valóban ő egy nagyon-nagyon érdemes művész volt. Igen, hát ugye országhatárokon túl is elismert szobrászművészről van szó, akinek minden munkája sok esetben a derűt, a harmóniát sugározza, az életigenlést, és hát nagyon-nagyon magas szinten művelte a szobrászművészet sok-sok ágát, úgyhogy azt hiszem, hogy igazán büszkék lehetünk rá, hogy őt szentendrei polgárnak tudhattuk. És így neked mi volt összességében a benyomásod, amíg ismerted, hogy milyen ember volt Csíkszentmihályi Róbert? Úgy gondolom, hogy végtelenül családszerető, családcentrikus ember volt, hiszen 4 gyermeket neveltek fel feleségével, akik közül szintén többen is művészek lettek. Az otthonában járva, azt a milliót megteremtve, amiben ő élt, minden a művészetről szólt, a fantasztikus kert, ahol szintén a műveit láthattuk, illetve a műterem, apró rejtett zugaiban is egy-egy korábbi évtizedre utaló katalógus könyv, ezek nagy élményt jelentettek számomra, hogy ezeket elővehettük, megnézhettük, és egy kicsit bepillantást nyerhettem így a kulisszatitkokba is, és megismerhettem őt és az alkotásait. És most a Ferenci Múzeumi Centrum esetleg megemlékezett, hogy van-e most még kiállított munkája Csíkszentmihályi Róbertnek? Jelen pillanatban most nem szerepel kiállításunkon, de tervezünk egy nagy gyűjteményes kiállítást, ahol nagy hangsúllyal szeretnénk majd szerepeltetni a műveit. Kedves Kata, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy így együtt visszaemlékeztünk, felidézhettük Csíkszentmihályi Róbert munkásságát és életművét. Köszönöm szépen, hogy eljötte és elfogadta a meghívásunkat a stúdióban. Köszönöm szépen a lehetőséget. Márton László író és műfordító előadásán jártunk a Nyitott templomok hétvégéjén. A szakralitás és a művészet volt a középpontban szeptember elején Szentendrén a Nyitott templomok hétvégéjén. Az összművészeti programsorozatot a Ferenci Múzeumi Centrum hívta életre, amikor az érdeklődők betekintést kaptak a városban lévő templomok, imaházak szentélyeibe, történetébe. A misztikus közegből nem hiányzott a zenei, az irodalmi, az egyházművészeti, az építészeti és a képzőművészeti program sem. A nyitott hétvége eseményeiben minden a városban működő felekezet képviselője becsatlakozott. Nagyon boldogok vagyunk, azt gondolom, itt a Ferenci Múzeumi Centrumban, és az összes felekezetnek az egyház főjével beszéltem, tulajdonképpen tegnap is, meg ma is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és mindenki nagyon elégedett, mert tényleg nagyon nagy az érdeklődés a programok iránt. Gondolom mindenki, aki így Szentendre iránt érdeklődik, látta, hogy van kis programfüzetünk, meg próbáltuk online, az online térben is nagyon sok helyen eljutatni a programokat. Úgyhogy hát irodalmi programjaink vannak, zenei programok, építészeti előadások, gyerekprogramok, nagyon széles spektrumú a programlistánk. Tegnap tényleg nagyon boldogok vagyunk, mert nagyon nagy sikerrel zártuk az utolsó koncerten, a Szent Efrém férfikkal lépett fel a Szent Péter Pál templomban, és teltház volt, de az összes programon sokan voltak, és azt gondolom, hogy ma a szerb templomokkal ismerkedhettek meg a látogatók, olyan templomokat tudtunk megnyitatni a szerb egyházzal, amik egyébként nem látogathatóak, vagy csak egy évben egyszer, úgyhogy itt is nagy volt az érdeklődés. A mai este során még 2 koncertünk lesz, az evangélikus templomban a Hermonsz együttes fog fellépni, a Szent Péter Pál templomban pedig a Liszt Ferenc kamarazenekar, úgyhogy itt is sok emberre számítunk. És holnap
a zsidó közösséggel folytatódnak a programok, és a fesztivál utolsó napján vasárnap, mivel ugye szombaton a zsidó egyházhoz nem mehettünk, ezért elég sok zsidó programunk lesz, irodalom, előadás, bemutatjuk a kis holokauszt múzeumot, illetve Gerendes Péter koncerttel kedveskedünk a közönségnek, és a záró program az a Vujicic téren egy Vujicic koncert lesz, úgyhogy ezt is nagy izgalommal várjuk. És hát tényleg ebbe az egész szervezésben nekem is, meg hát a kollégáimnak is az volt a szenzációs, hogy az összes egyház benne volt, mindenki nagyon kedves volt, nagyon segítőkész, az evangélikusok, a katolikusok, a zsidók, a baptisták, a szerbek, tehát tényleg mindenkitől rengeteg segítséget kaptunk, és hát hogy az összes kulturális intézmény összefogott, úgyhogy mindenkinek nagyon köszönjük. És hát remélem, hogy jövőre is meg tudjuk szervezni majd ezt a három napot. A programok szervezésébe a helyi vallási közösségek katolikus, református, evangélikus, szerb ortodox, zsidó, baptista mellett a város kulturális intézményei is bekapcsolódtak. Az irodalmi eseményeket a Hamvas Béla Pest megyei könyvtár, a zenei programokat és előadásokat a Ferenci Múzeumi Centrum és a Szentendrei Teátrum, a városismereti sétákat a Szentendrei TDM Iroda, a múzeum pedagógiai programokat a Mank Galéria munkatársai szervezték. Stábunk a reformáció irodalmába kapott bepillantást Luther Márton Asztali Beszélgetések című művén keresztül, amit Márton László író, műfordító hozott közelebb a jelenlévőkhöz. Vannak fordítható művek, és vannak nem fordítható művek. Ha egy mű nem fordítható, annak két oka van. Az egyik az, hogy nem kívánja meg, hogy lefordítsák, és akinek van fordítói tapasztalata, az rögtön észreveszi. A másik az, hogy a nyelv, a kompozíció és mondjuk a műnek a lírai vagy narratív struktúrája olyan módon függnek össze, hogy a fordítás ezeket szétválasztaná. Példaképpen említhetném Friedrich Nietzsche, aki költőként is kiváló volt, nem csak filozófusként, a Magas hegyekből von Hohenbergen című költeményét, ahol látszik, hogy egy nagy gondolkodó, egy kristálytiszta logikai okfejtést öltöztet nagyon szigorú verses formába. És ha megtartjuk a verses formát, akkor ez az okfejtés megsemmisül. Ha viszont az okfejtést meghagyjuk, akkor egy lapos prózai fordítás fog létrejönni, ezért ez számomra a fordíthatatlan művek iskola példája. De előfordul az is, hogy egy mű azért fordíthatatlan, mert a szerző halandzsázik, és ezt a halandzsát nagyon nehéz visszaadni. De a fordíthatatlanság az a fordító személyén is múlik, mert ha valaki egy nagyon alaposan átgondolt versről nem veszi észre, hogy ez nagyon alaposan át van gondolva, és valamilyen dadaista rögtönzés halmaznak tekinti, akkor azonnal fordíthatatlanná fog előlépni a máskülönben fordítható mű. Vannak az életben olyan esetek, amikor az ember régi megoldásaival szembesül, és kénytelen felülvizsgálni őket. Most csomó mindent megcsináltam fiatal koromban úgy, ahogy ma már nem csinálnám, és szerintem nem butább, hanem okosabb lettem, és nem kevesebbet, hanem többet tudok, mint akkor. Ennek ellenére hát például az, hogy annak idején megcsináltam 22 évesen a Luther asztali beszélgetéseit, az igenis befolyásolta a későbbi teljesítményt, a 30 évvel későbbit. És vannak olyan dolgok, amiket ma már nem csinálnék. Tehát azokat a német barokk versfordításokat, amelyeket szintén ebben az időszakban hoztam létre, mondjuk Andreas Gryphius sziléziai német barokk költő verseit, ma már biztos, hogy nem csinálnám meg, vagy nem így. Vagy Novalisnak a Heinrich von Ofterdingen című töredékben maradt regényét, szintén 20-as éveimben fordítottam, és akkor is azt gondoltam, hogy ki kell találni egy nem létező reformkori magyar nyelvet. Este ez fából vaskarika, tudom ma már, de például Novalis művét nem alakítanám át, mert nem tudnék rá jobb megoldást, mint az volt, viszont az akkori megoldásom nekem ma már nem tetszik. Van ez így, hogy az ember túllép fiatalkori árnyéken.
Külön kérdés, hogy a saját művek esetében mi a teendő olyankor. Szerintem nagyon egyszerű, nem kell újra kiadni őket. Sikeres volt az 1983-as kiadás. Lehet, hogyha kicsit halványabb nyelvezetet használtam volna, akkor kevesebb példányt tudtak volna eladni belőle. Tehát ma már szinte elképzelhetetlen, hogy 20 ezer példány néhány hét alatt elfogyott belőle, és mondjuk, hogyha még akkoriban a nyomdák nagyon rugalmatlanok voltak, de ha mondjuk egy-két hónapon belül még 4-5 ezeret nyomtak volna, az is elfogyott volna. De nem ez a legfőbb szempont, hanem az, hogy mennyire érvényesül a hitelesség. A hitelességről beszéltem elég sokat, és nagyon sok aspektusa van, de itt egyszerűen arról van szó, hogy én fiatal koromban egy kicsit hiú voltam, és szerettem volna odaállni a szerző és az olvasó közé, mondva, hogy én is itt vagyok, és én tudom, hogy beszélt Mélius Juhász Péter, meg Szenci Molnár Albert a 16.-17. században. Ma már erre nincsen szükségem. Arra van szükség, hogy megbízhatónak mutatkozzék a magyar szöveg. Most létezik olyan, hogy megbízható szerző, meg megbízhatatlan szerző, ez egy külön okfejtés lenne, hogy mi különbözteti meg őket. Olyan is létezik, hogy megbízható fordító és megbízhatatlan fordító, és én arra vagyok büszke, hogy megbízható fordítónak tarthatom magamat. És ez nem azt jelenti, hogy mindent tud az ember, vagy mindent észrevesz, de az erre irányuló törekvést jelenti. Luther Márton intenzív társasági életet élt. Asztalánál ott ültek kedves tanítványai és a nála vendégeskedő lelkészek, tudósok. Sokan feljegyezték a házigazda bölcs mondásait, okfejtéseit, anekdotáit, intelmeit és tréfáit. Ezekből az iratokból Luther halála után 20 évvel már megjelent 1566-ban egy tudatosan szerkesztett és komponált összeállítás. Márton László pályakezdő műfordítóként találkozott először Luther asztali beszélgetéseivel. Előadásában Márton László a fordítás és az újrafordítás kérdéseiről, másrészt Luther észjárásáról és nyelvéről beszélt. Az élő szó és az írásbeliség összekapcsolódásáról is szó esett, és arról, hogy miképpen válhat a spontán beszélgetésekből Platón és Jézus után Luthernél is fontos irodalmi, bölcseleti és hittudományi mű. Diákkoromban német barokk költészettel foglalkoztam, amely nyelvi réteg nem áll távol Luther korától és nyelvétől. És akkor megkérdezte, hogy mit lehetne szerintem csinálni. És hát én Luther műveiben olyan nagyon nem voltam elmélyedve, de tudtam, hogy létezik az Asztali Beszélgetések nevű korpusz. Hát hogy ez micsoda, hogy ezt nevezhetjük-e könyvnek, ez egy külön kérdés, majd erről beszélni fogok. Azt mondtam, hogy szerintem egy világi kiadó, mint a Helikon, amely kultúrtörténetet és irodalomtörténetet és művészettörténetet ad ki, annak érdemes volna erre fókuszálni, mert ez egy nagyon színes, változatos szövegcsoport, és Luther szellemi portréját nagyon jól visszaadja. És szerencsémre, óriási szerencsém volt, többszörösen is, mert az egyetemi könyvtárban megvolt a Weimári kritikai kiadás 6 kötete, és óriási szerencsémre nem ezt használtam, mert a Széchenyi könyvtárban volt az 1566-os első kiadásnak egy faksimiléje, ezt Johann Auri Faber adta ki, és majd el fogom mesélni, ha odáig jutunk, hogy ez miért volt számomra sokkal könnyebben használható, mint a 1911-17 között megjelent kritikai kiadás. Ebből készítettem egy válogatást, és ez megjelent, és nagy siker volt, több mint 20 ezer példányt sikerült eladni belőle. Ennyit saját magamról és a fordítás történetéről. Még annyit, hogy az ember időnként találkozik fiatalkora vétkeivel később. Itt is ez történt. Azt történt velem már máskor is, mert például amikor a Faust második részét fordítottam, Goethe Faustjáról beszélek, akkor meg kellett néznem az első részt, amelyet még fiatalon fordítottam, hogy rendben van-e, és ki kellett javítani, ami nem volt jó. Itt is ilyesmi történt. Ezúttal a Luther kiadó bízott meg
egy nagy reprezentatív válogatás. Lefordításával ezúttal nem én készítettem a válogatást, hanem Csepregi Zoltán, akinek a neve nyilván itt ismerősen cseng. Most Zoltánnal nagyon jól megértettük egymást, nagyon sokat köszönhetek neki, és tökéletesen kiegészítettük egymás munkáját, ő stilisztikai kérdésekben nem szólt bele, viszont a teológiai szakkifejezéseket tökéletesen elmagyarázta. Most ebben a kötetben nem csak az én fordításaim vannak, hanem mondjuk 95%-ban vannak az én fordításaim, egyébként pedig Masznyik Endre és Virág Jelnő fordításaiból is átvett, mondjuk, hogy az összesen 5%, és hogy ő is jelen legyen fordítóként, neki is van két darab szövege. Ez volt az első kérdéskör, amiről beszélni akartam. A második az, hogy mi ez a szöveghalmaz. Ez egy halmaz. Lehet, hogy olyat mondok, amit a jelenlevők már tudnak, de nem árt talán. Hogy tudniillik, az 1530-es évek elejétől Luther felesége, Käthe von Bora, vagy Bora Katalin, elkezdett, szóval megnyitotta a házat vendégek számára, főzött diákoknak, és a diákokhoz csatlakoztak Luther vendégei, hát lelkész kollégák, arra utazó nevezetességek, és egy nagy asztalt képzelhetünk el, ahol ott sokan ültek, és nyilván élénk beszélgetés folyt, és németül ez úgy hangzik, hogy Tischreden, az asztali beszélgetések. Erről Zoltánnal volt egy eszmecserénk, én felvetettem, hogy esetleg ezt beszédeknek kéne fordítani, és nem beszélgetésnek, mert itt Luther szavai hangzanak el, vagy azok vannak följegyezve. Az történhetett, hogy nyilván beszélgetések zajlottak eredetileg, és amit feljegyeztek a jelenlevők, az Luther szavai. Vagy éppen csak annyi a beszélgető partnertől, amennyi a megértéshez szükséges. Tehát egy kérdés, röviden, és arra Luther válasza. Na most a kéziratok, elég sok kézirat van, 1531-től Luther haláláig 1546-ig tartanak. Az történt, nyilván, hogy diákok tanultak Wittenbergben, aztán elvégezték az egyetemet, és elmentek vidékre pásztorolni. És akkor jöttek mások helyettük. Most elég hosszú népsor volna, hogyha én mondanám, hogy ki mindenki, mondjuk Johann Schlagenhaufen, Johann Aurifaber, Matthias Röhrig, Konrad Veit, négy nevet mondtam, nem kell megjegyezni, de körülbelül 30-40 lejegyzőt ismerünk. Most már akkor tudták az ott levők, hogy ez nagyon fontos kincs. És nyilván kölcsönadták egymásnak a kézirataikat, másoltak egymástól, és hát így jöttek létre a szövegkorpuszok. Nyilván sok elveszett ezekből, de ami megmaradt, az is nagyon sok. Ezekből jött létre a Weimári kiadásnak a 6 vastag kötete. Emiatt hát ennek a műfajnak vannak előzményei. A gnóma gyűjtemények, az apoftegmák, és hát előzménynek tekinthetjük az evangéliumokat is, ahol Jézus szavait jegyezték fel az evangelisták. De hát végül is egy távoli elődnek tekinthetők a Platón dialógusai is. Szóval ez rávilágít már a kezdetekkor a szóbeliség és az írásbeliség viszonyára. Ma már, miután elég sokat fordítottam közép-felnémetből, Walter von der Vogelweiden kívül például a Nibelungéneket is, ezt elég nagy biztonsággal el tudom dönteni, vagy a hart nem azt jelenti, hogy kemény, hanem azt jelenti, hogy közel. Ezeket könnyű kijavítani, nem különösebb probléma. Van egy alapvető dolog, hogy milyen nyelven szólaljon meg Luther. És pályakezdőként, amikor még az egeket ostromoltam, vagy legalábbis a felhőket, akkor azt gondoltam, hogy csinálok egy magyar Luther nyelvet. És akkor elkezdtem olvasni a 16. századi magyar prédikátorokat,
azok nagyon szép nyelven írnak. Mélius Juhász Pétertől kezdve lehet sorolni a neveket, akkor én ezeket lelkesen olvastam. Szent Simonnál Albert, csodálatos nyelv. És akkor elkezdtem ezek nyelvét utánozni, vagy nem teljesen úgy, mint ők, azért ez mai magyar nyelven volt, de adni egy ilyen zamatot. És valószínűleg az akkori sikerben ez is közrejátszott. De később, higgadtabban, józanabb fejjel beláttam, hogy Luther egy olyan nagy személyiség, hogy nem érdemes a nyelvét feldíszíteni. Mert ő enélkül is érvényesülni tud. Tehát a legegyszerűbb mai magyar nyelven érdemes fordítani, úgy, ahogy a nő beszél az asztali beszélgetésekben arról, hogy hogyan kell prédikálni. Nem kell felcsicsázni, felcicomázni a mondatokat, szavakat, hanem egyszerűen úgy, hogy Mariska néni meg Jancsi bácsi is megértse. Nem csak a szövegben levő információkat fordítjuk, hanem azt a kulturális kontextust is, ami megvan bennük, és egy 100 évvel ezelőtti még oly művelt, még oly kiváló átültető mást fog észrevenni, akár Baudelaire, akár mondjuk Oscar Wilde szövegeiben, mint egy mai olvasó. És itt egyszerűen erről van szó, hogy ez folyton változik. Ez kicsit olyan, mint a műtárgy hamisítás. Hogy valaki mondjuk hamisít egy görög vázát 1910-ben, eladja horribilis összegért, és 1980-ban rájönnek, hogy ez bizony hamisítvány, mert mondjuk Artemis az almát soha nem tarthatja a bal kezében, hanem mindig a jobb kezében tartja. Az író fontosnak tartotta azt is elmondani, hogy milyen jelentősége van a különböző fordításoknak, nyelvezetünknek és annak, hogy milyen korban fogadják be a tanításokat az olvasók. Nem szintisztán újrafordítás volt, hanem az történt, hogy készült egy sokkal nagyobb terjedelmű válogatás. Hogyha mondjuk azt mondom, hogy 10% a Virági Jenő meg a Masznyik Endre, de szerintem annyi sem, akkor is az azt jelenti, hogy még négyszer annyit hozzáfordítottam. És ha azt akartam, már pedig azt akartam, hogy stilisztikailag egységes legyen, akkor azt a kisebb részt, amit átvettem az 1983-as kiadásból, hogy átvettük közösen Csepregi Zoltánnal, azt hozzá kellett igazítani az újonnan fordított szövegekhez. Tudok egészen extrém példákat. Ismertem Karácsony Gábort, aki egy egészen különleges, színes alakja volt a magyar kulturális életnek, mert jogásznak indult, aztán festő lett, aztán megtanult kínaiul, és lefordította a Tao Te Ching-et, az Út és az Erény könyvét. Először lefordította 1990-ben, aztán lefordította 10 évvel később, aztán harmadszor is lefordította, és mind a három fordítás egészen különböző. Ő maga úgy mondta, hogy az első az egy optimista változat volt, a második egy pessimista változat volt, a harmadik egy verses változat volt. Tehát azt meg rímes versekben fordította, kínaiul nem tudván, nem tudom megállapítani, hogy melyik áll legközelebb az eredetihez. Valószínűleg nincs is olyan, hogy közel állni az eredetihez, hanem a fordító személyiségéhez áll közel. Azt jelenti, hogy volt egy ilyen ember közöttünk, azóta már meghalt, aki nagyon sokat, nagyon gyorsan és nagyon látványosan változott. Most én nem ilyen vagyok. Hát lefaragtam ezeket a stilisztikai jellegzetességeket a Lutherről, de inkább csak az történt, hogy javítottam a szöveget. Tehát félreértéseket, vagy félrefordításokat javítottam, meg, mint ott bent is mondtam, hogy sokkal biztosabban el tudom dönteni, hogy egy-egy szó középkori értelemben szerepel-e még Luthernál, vagy már újkori értelemben. És a középkori jelentés felismerése az körülbelül olyan, mint amikor az ember talál egy mazsolát a kalácsban. Hagyományt szeretne teremteni a Ferenci Múzeumi Centrum a Nyitott Templomok Hétvége programsorozattal. Így jövőre a tervek szerint újra várják majd az érdeklődőket a szervezők egy szakrális hétvégére, Szentendrére.
Szombaton 17 órakor folytatódik ott Annával a Ferenci Múzeumi Centrumban a Kortársalgó című sorozat, ahol kortárs irodalmi műveket mutatnak be. A nézőknek köszönöm szépen a figyelmet, szép hétvégét, viszontlátásra!